Nagy szeretettel köszöntelek benneteket a 2016-os év utolsó napján, ennek az évnek az utolsó dharma beszédjén. Engem Aldea Benedeknek hívnak, és alapjaiban emberekkel foglalkozom, részben, ahogy Sunim említette, egy Aquakontakt névre hallgató meditációs formát, mozgásmeditációt tanítok, illetve Life Sutra védikus alkimia iskolának vagyok patronusa, személyes tanácsadója. Ebben a minőségemben vagyok most itt leginkább, és ebből a minőségemből kaptam azt a megtisztelő felkérést Sunimtól, hogy a Dharma beszéd bevezetőjét én tartsam meg nektek. Azt gondolom, hogy különböző nézőpontokból szemlélni, különböző nézőpontokból beszélni arról, amiről elég nehéz beszélni, ami talán ki sem mondható, vagy nagyon nehezen fogalmazható meg szavakkal. Én most újból próbálkozást teszek erre, amire már számos előttem felszólaló azt gondolom, hogy próbálkozást tett. És ez a próbálkozás, ez folyamatosan zajlik talán mindannyiunkban is, és ez a próbálkozás egyre több és több hálót képes magunk köré fonni, amiből néha úgy érezzük, hogy elég nehéz kikecmeregni. Egy kérdést szeretnék nektek föltenni. Általában ebben a helyzetben a hallgatóság szokott kérdezni, de hagyj kérdezzek most én tőletek valamit indításképpen. Ki vagy te két gondolat között? Ki az, aki egy gondolatot megfigyel? Ki az a személy, vagy bárki, ki az az objektum, aki egy gondolatnak a végét térben és időben érzékeli, és egy következő gondolatnak a kezdetét térben és időben megint csak érzékeli? És ki az, aki egy ilyen gondolat vég és egy következő gondolat kezdet között van, létezik? És ezt a két, mondjuk úgy, hogy téridőben megfogható figyelempontot, vagy figyelmi egységet, ezt képes látni. És azt gondolom erről, mert már gondolatoknak a világában kell legyünk, ha erről beszélünk, hogy ez a minőség, vagy ez a valaki, ez gondolati úton nem is fogható meg. És minél többet beszélünk róla, annál inkább körbe-körbe járunk e körül a minőség körül, de valójában csak szavakkal meglehetősen távolról tudjuk érinteni. Szinte nem tudjuk, tehát a szavainkkal nem tudjuk igazából jól körülírni. Különböző kultúrák vagy különböző szellemi utak, és ha most haladhatok egy kicsit időben, mostantól visszafele, különböző nevekkel illették ezt a gondolatok közötti kinyíló teret és időt. Például Carl Gustav Jung azt mondta róla, talán Sri Ramana Maharshival egyetértésben, hogy ez lehet az önvaló. Aztán a nyugati misztika azt mondta róla, hogy ez a lélek. És amikor ebben a gondolatok közötti kinyíló térben és időben vagyunk, akkor ez a lélek jelenlét állapota. Vagy későbbiekben, ha még megyek visszafele, akkor a tiszta, tükörszerű tudat kifejezés is már fölmerült ebben a szellemi útban, meg még inkább. Vagy ha időben tovább még megyek vissza, akkor úgy is nevezték, hogy az átma, vagy átmán. A védikus gondolkodásban átmának, vagy átmánnak nevezik a lélek minőségét. Vagy akár a tolték, sámánisztikus világba megyek vissza, Nagual. Minden szellemi úton ezt a fajta minőséget, ezt valahogy megpróbálják elnevezni, de minden szellemi út tapasztalja azt, hogy ez leírással, elnevezéssel, definíciókkal igazából nem ragadható meg. Csak igazából tapasztalás útján ragadható meg. És hogy ezt a minőséget, amit
nevezhetünk átmának, vagy léleknek, vagy önvalónak, hogy ezt a minőséget mégis valahogyan megpróbáljuk értelmezni. És ez a minőség tulajdonképpen a védikus gondolkodásban például a totális tudatból egy önálló tudati egységként, egy önálló tudattal rendelkező egységként értelmezhető. A totális tudat, amit nevezhetsz Istennek is, vagy a teljes mindenséget átfogó tudatosságnak, annak egy úgymond önálló tudatossággal, önálló akarattal rendelkező egysége a lélek. Ha ezt kimondjuk, akkor ki kell mondjuk azt is, hogy a lélek ugyanazokkal a minőségekkel bír, mint a totális tudat. És ezek szerint a szellemi gondolatok szerint a totális tudat például az egyik legfontosabb minőség az úgynevezett ánanda, a gyönyörködés. Egy olyan nagyon-nagyon magasrendű tudatállapot, kiteljesedett tudatú tudatállapot, amit a lélek is önmagában hordoz, mint ahogy a kiteljett levegőből a vízbe belemerülő buborék is magában hordozza a levegőnek az összes minőségét, de már önállóan egy buborékként él és létezik, a teljesen feloldódott, úgymond légtérhez képest. És ezt a minőséget a lélek is hordoz a saját magán. Amikor az élet létrejön, akkor tulajdonképpen nem más történik, mint a átma találkozik az anyaggal. Az átma kölcsönhatásba lép az anyaggal. Összekapcsolódik vele, és ez az élet. És attól a pillanattól kezdve, hogy az anyaggal a lélek összekapcsolódott, attól a pillanattól kezdve belép az ok-okozatok világába. Onnantól kezdve a fizikai síkon tett utazása során minden egyes tevékenysége, minden egyes cselekedete valamilyen okozatot, valamilyen következményt von maga után. Ebben a minőségében, hogy egyáltalán kapcsolódni tudjon az anyaghoz, olyan, ha úgy tetszik, modulokat is kifejleszt, melyeket nevezhetünk például értelemnek, nevezhetünk elmének, nevezhetünk öt érzékszervnek, amelyeken keresztül a fizikai síkhoz kapcsolódik. És ebben a fizikai síkban való kapcsolódásban, ebben az összeütközésben lényegében azt a fajta tudati minőségét, amely a totális tudat teljesen kiterjedt, határtalan, dinamikus és gyönyörködő minősége, az gyakorta elfelejti. És az azonosulását az elmével, az öt érzékszervvel tapasztalhatóval teszi azonossá. Amikor a zen meditáció gyakorlatát végzem, akkor az a fajta minőség erősödhet bennem, amely ez az azonosulásoktól mentes minőség. Amikor a zen meditációt végzem, akkor lehetőségem nyílik arra, hogy ezeket az azonosulásokat, amelyek a két minőség összetalálkozása, a lélek és az anyagi sík univerzumának összetalálkozása pillanatától kezdve folyamatosan képződnek bennünk, azokat megfigyeljem, és önmagam objektívvá váljak tőlük. Ebben a minőségben, vagy ebből a nézőpontból, ezt mondhatnám úgy is, hogy az átma nézőpontja, egészen máshogy néz ki azoknak a minőségeknek, vagy azoknak a nevezzük gondolatoknak, érzelmeknek, szituációknak, szerepszemélyiségeknek, emberi interakcióknak a minősége, amelyekkel gyakorta az élet hétköznapi, mondjuk úgy, hétköznapi világában azonosítjuk saját magunkat. Azt mondom magamról, dühös vagyok. Az átma nézőpontjából számomra ez úgy néz ki, éppen a düh állapota vonul át rajtam, és tovasszál, mint egy felhő az égbolton.
Az átma nézőpontja a tiszta ég volt. A düh volt éppen ez a felhő, ami átvonult. De nem vagyok azonos a felhővel. Ez a fajta gyakorlat, amit a zen meditáció hozni tud, az számomra nagyon nagy mértékben ezt a fajta objektivitást, az azonosságok felismerését, és az ilyentén való minőségekkel való nem azonosulás lehetőségét rejti magában. Az átma nézőpontja az a minőség, ahonnan bármi, ami történik velem, azok jelenségé válnak csak pusztán. A karma feldolgozása, vagy a karmán túliság, vagy a karma kötelékeiből való kilépés, az nem más, mint az összes személyes történelmünk során fölvett azonosságaink meglátása abból a nézőpontból, hogy nem kell velük azonosuljunk. De mégis ezeken keresztül kapcsolódunk a fizikai sík univerzumához. Általában beszűrődött a társadalmunkba, a mi nyugati társadalmunkba egy kifejezés, vagy egy törekvés az ego leépítését tekintendő. Hogy az egótól meg kell szabaduljunk, vagy az egót le kell, hogy építsük, hiszen az az, ami a szenvedésünket okozza. De valójában az ego az nem más, mint az a, nevezzük úgy, szintársulat, az a szerepszemélyiségek összessége, amivel kapcsolódunk a többi emberhez, amivel kapcsolódunk a szerepeinkkel keresztül a fizikai sík univerzumához. És nem az ego átalakít, vagy nem az ego legyűrése vagy legyőzése a fontos, hanem annak az átalakítása abból a nézőpontból, amit az átma nézőpontjának is nevezhetünk. Hogy lássam a szerepeimet, lássam az érzelmeimet, lássam a gondolataimat, és ha már ezeket megszüntetni teljességgel nem tudom, akkor vonjam, ha úgy tetszik, őket az én uralmam alá, és ne hagyjam, hogy ez a dolog fordítva történjen. Legyek az átma nézőpontjából én az, aki okoz, és ne pedig az érzelmeim legyenek azok, akik okoznak az én számomra. És ebből a nézőpontból legyek képes élni az életemet, és nem úgymond legyűrni, nem elhagyni, nem a minőségét és az erejét elvenni az egónak, hanem azt átalakítani és egy megfelelő nézőpontból nézni, és alkalmazni azt a megfelelő élethelyzetben, megfelelően gondolkodva, megfelelően beszélve, megfelelően cselekedve. Lehetőség szerint minél inkább kitágult tudatban. A tapasztalatom az, és azt gondolom számotokra is ugyanez a tapasztalat egyre inkább a gyakorlás során egyre jobban erősödik, hogy ez a fajta azonosság, amit az éppen alkalmazott szerepszemélyiségenken keresztül, az éppen alkalmazott, éppen megélt érzelmeinken keresztül, éppen megélt gondolatainkon keresztül a hétköznapok életében tapasztalunk, az itt a zen meditáció során egyszer csak elkezd feloldódni. És megkapunk egy másik nézőpontot, ahonnan ezeket alkalmazni tudjuk, de nem vagyunk rabjai. És ez óriási erő. És kívánom nektek azt a jövő évre, hogy ez az erő, ez vezessen benneteket az utatokon. Hogy ez az erő, ez minél inkább képes legyen bennetek kibontakozni. És kívánom nektek azt, hogy mint minden egyes harcos, minden egyes harcotokat, minden egyes cselekvéseteket,
Végezzétek úgy, mintha az lenne a Földön az utolsó. És azt az erőt, azt az elhatározást, azt a minőséget tegyétek bele. Köszönöm szépen.